Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió fél hatos híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Május 6-a van Ivett és Frida névnapja. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Még mindig válságos állapotban van egy fiú és egy lány, akik a szerdai iskolai lövöldözésben sebesültek meg. A Málo Orasjéból származó 5 fiút, akik a csütörtök éjjeli lövöldözésben haltak meg, ma temették el. Az állampolgárok május 8-ától június 8-áig adhatnak át illegális fegyvereket és robbanó szerkezeteket a rendőrségnek. Megkoronázták harmadik Károlyt. Ma van a Magyar Sportnapja. Még mindig válságos állapotban van egy fiú és egy lány, akik a szerdai iskolai lövöldözésben sebesültek meg. A Mladenovac melletti falvakban történt lövöldözés sérültjeinek állapota jelenleg stabil, közölték az illetékesek. Két gyermeket hazaengedtek a kórházból, a többi sebesült állapota pedig változatlan, jelentette ki Danica Grujicic a szerdai iskolai lövöldözéssel összefüggésben. A belgrádi Vladislav Ribnikar általános iskola két diákja, egy kislány és egy kisfiú állapota még válságos, ismertette a szerb egészségügyi miniszter. Azonban jobban van a tanárnő és egy kisfiú is, akiket a fővárosi sürgősségi központban ápolnak. Két kisfiút pedig, akiket a Tirs utcai klinikán kezeltek, már pénteken hazaengedtek. Danica Grujicic, aki egyébként beiratkozott a Vladislav Ribnikar általános iskolában kihelyezett gyászkönyvben, kijelentette, azoknak a gyerekeknek, akik túlélték a támadást, az élet folyik tovább. Nastavnici su tu za njih, ovde je trenutno jedna ekipa dečih psihijatara i psihologa koji su spremni da pruže pomoć i ja to posavetujem zaista i roditeljima i deci da dođu da popričaju sa njima. To su ljudi koji su stručni, koji znaju kakav savet treba da daju u ovakvim situacijama. Svi mi drugi nemamo to znanje i to umenje da ih posavetujemo kako da se izbore sa svima ovima što su doživjeli. A Mladenovac környéki lövöldözés sebesültjeit megműtötték. Két fiatal férfit a belgrádi Dragiša Mišović klinikai kórházi központban, másik 9 sérültet pedig a fővárosi sürgősségi központban kezelnek. A Málo Orasjéból származó 5 fiút, akik a csütörtök éjjeli lövöldözésben haltak meg, szombaton 14 órakor temették el szülővárosukban. A további 3 elhunytat vasárnap helyezik örök nyugalomra. Az állampolgárok május 8-ától június 8-áig adhatnak át illegális fegyvereket és robbanó szerkezeteket a rendőrségnek, mondta el a Belgrádi Egyetem jogi karának professzora Dejan Gyurgyevic. A kormány pénteken elfogadta az Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök által korábban bejelentett intézkedéseket, amelyeket a mladenováci bűncselekmények után javasoltak. Az egyik intézkedés, amelynek a szerb állampolgárok birtokában lévő illegális fegyverek számának csökkentését kell eredményeznie, a következmények nélküli átadás lehetősége. Ha június 8-áig leadsz egy illegális fegyvert, senki nem kérdezi meg, honnan szerezted. Nem fogsz felelni azért, mert jogosulatlanul tartottad és hordtad. De ha nem élsz ezzel a lehetőséggel, drákói büntetések lesznek. Nem lesz felfüggesztett büntetés, részletezte Dejan Gyurgyevic professzor a szerbiai RTV műsorában. Ferenc pápa táviratot küldött Német László belgrádi érseknek, amelyben részvétét és mély sajnálatát fejezte ki a két szerbiai tömeggyilkosság áldozatai miatt, amelyekben 17 ember, köztük 8 diák vesztette életét. A Szentszék államtitkára Pietro Parolin bíboros által Ferenc pápa nevében aláírt táviratban a pápa őszinte részvétét fejezte ki, és imát küldött mindazoknak, akiket, mint fogalmazott, ezek az értelmetlen, erőszakos cselekmények érintettek, írja a Vatikán News. A pápa kijelentette, hogy lelkileg egyesült az ártatlan áldozatok halálát gyászolók emberi szomorúságával.
Imára szóló felhívást tett közzé a Szabadkai Egyházmegye. Ebben a szorongással teli időben, miközben a polgári hatóságok igyekeznek biztosítani a rendet és a békét, megvédeni az ártatlanokat, letartóztatni és megbüntetni az elkövetőket, mi hívek arra vagyunk hivatva, hogy bizalommal teli imával forduljunk az irgalmas Istenhez, írja közleményében Fazekas Ferenc egyházmegyei kormányzó. Ezért arra hívja fel a Szabadkai Egyházmegye híveit, hogy a 2023. május 7-i vasárnapi szentmiséken kihangsúlyozottan imádkozzanak az áldozatokért, hogy az Úr adjon nekik örök nyugodalmat a mennyek országában, valamint imádkozzanak az egész társadalomért is, hogy az Isten békével és biztonsággal áldja meg azt, teszi hozzá az egyházmegyei kormányzó. Letartóztattak egy olyan lacseráki fiút, mert azzal hencegett, hogy ugyanazt fogja tenni, mint a belgrádi iskolai lövöldöző. A 14 éves lacseráki fiút a közbiztonság veszélyeztetése, vétség elkövetésével gyanúsítják. Közzétette a közösségi médiában annak a személynek a fényképét, aki a belgrádi Vladislav Ribnikár általános iskolában 8 gyermeket és a biztonsági őrt gyilkolta meg. A fényképhez üzenetet írt, mely szerint ő is megteszi ugyanazt. A fiatalt a Mitrovicai legfelsőbb bíróság fiatalkorúak bírósága elé állították. Nagy-Britanniára figyel a világ, ugyanis 70 éve nem látott eseményre került ma sor. Harmadik Károly királyt és feleségét Kamillát a mai napon hivatalosan is megkoronázták. A szertartást Justin Welby, Canterbury érseke vezette, 2300 vendég, köztük mintegy 100 államfő jelenlétében. A királyi párt koncertekkel és kulturális programokkal ünneplik. Harmadik Károly gyakorlatilag már akkora monarchia uralkodójává vált, amikor II. Erzsébet 2022. szeptember 8-án meghalt. Ám a koronázásra 8 hónappal később került sor. A Westminster apátságban lezajlott ceremónia londoni idő szerint délelőtt 11 órakor kezdődött. Harmadik Károly király és Kamilla királyné hintón érkezett a Westminster apátságba, ahol a Canterbury érsek tartott istentiszteletet. Károly letette az esküt az országnak és az egyháznak, majd helyet foglalt a 700 éves koronázási széken, amelyet még első Eduárd angol király parancsára készítettek a középkorban. A trónörökös Károly megkapta az országalmát, illetve a jogart, majd Welby érsek a király fejére helyezte Szent Eduárd koronáját. A koronázás pillanata után az érsek, majd a 2300 meghívott vendég egyszerre kiáltotta, hogy God save the king, azaz Isten óvja a királyt. God save the king! A korona felhelyezését követően Nagy-Britannia új uralkodója helyett foglalt a trónon, amikor a Canterbury érsek és más magasrangú tisztviselők féltérdre ereszkedve hűségesküt tettek neki. Ezt követően az érsek Kamilla fejére helyezte a koronát és kezébe adta a jogart. Receive the rod of equity and mercy. A királynő meghajolt a király előtt, majd helyet foglalt a számára előkészített trónszékben, fején a koronával. Miközben az apátságban énekek hangzottak el, a frissen megkoronázott harmadik Károly és Kamilla királyné díszfelvonulás élén tért vissza Buckingham palotába, majd annak erkélyéről köszöntötték az ünneplőket. Egy új korszak kezdődik a mai napon Nagy-Britanniában. Második Erzsébet királynő 7 évtizedes uralkodását követően ma fia, harmadik Károly brit király fejére került a korona. A várakozás rekorder Károly formálisan is az Egyesült Királyság királya, 14 nemzetközösségi ország, egyebek mellett Kanada, Ausztrália és Új-Zéland uralkodója, valamint az anglikán egyház feje lett. Második Erzsébet királynő 70 éven át uralkodott, 1952 óta volt az Egyesült Királyság királynője, és további 14 nemzetközösségi állam, valamint az anglikán egyház feje. Erzsébet a leghosszabb életű és leghosszabb ideig trónoló brit uralkodó volt, és a világtörténelem második leghosszabb ideig regnáló szuverén uralkodója. A királynő 2022. szeptember 8-án 96 éves korában hunyt el nyári rezidenciáján, a skóciai Balmoralban.
Második Erzsébet fia, Károly, teljes nevén Károly Fülöp Artúr György, hivatalosan édesanyja halálát követően már 2022. szeptember 10-én átvette a királyi posztot. A nagyszabású ünnepségre viszont 8 hónappal később, a mai napon került sor. A koronázási szertartás, illetve annak előkészítése az aranygömb hadművelet nevet viselte, melyet takarékosság okán Károly kérésére szerényebb formában rendeztek meg. A királyt és hitvesét Kamillát 2300 vendég, köztük csaknem 100 államfő jelenlétében koronázta meg Justin Welby, Canterbury érseke, az anglikán egyház első számú vallási vezetője a londoni Westminster apátságban. Harmadik Károly szerény király kíván lenni, vagyis olyan, amilyennek hercegként is megismerhették az emberek, aki törődik ország a rossz gazdasági helyzetével, a környezetvédelemmel és a csillogás helyett a praktikumot tartja szem előtt. Az udvar a brit kormánnyal egyeztetve 203 országból hívott meg vendégeket a ceremóniára. Az eseményen jelen volt Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke is. Alexander Vučić, szerb államfő a háromnapos országos gyász miatt viszont nem vett részt az ünnepségen. Nézzük a híradó további témáit. Kétnapos egyetemi felvételi felkészítő tábort szervezett a Magyar Nemzeti Tanács. Tanácskozás szervezett Csantavéren a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság és a Bácsország Vajdasági Honismereti Szemle. Ma van Gyurgyevdán, azaz Szent György napja. Ez a nap a szerb ortodox egyház jeles ünnepei közé tartozik, amelyet a Gergely naptár szerint május 6-án ünnepelnek. Az ikonokon Szent Györgyöt általában lóháton ábrázolják, amint éppen megöl egy sárkányt. A szerb nép körében ehhez a naphoz kötődik a legtöbb népszokás. Úgy tartják, hogy ma találkozik a tél és a tavasz. Ilyenkor gyógynövényekből koszorút fonnak, amit aztán folyóvízbe dobnak. A hiedelem szerint a koszorú, mint egyfajta szimbólum, egységet, szeretetet és gazdag termést hoz a családnak. Gyurgyevdán az állattenyésztők ünnepe is, emiatt a régi szokásokat a hegyvidéken élők őrizték meg legtovább. Ez a nap a roma nemzetiségűek körében a legfontosabb ünnep. A hagyományok szerint ezen a napon otthonukat virágokkal és zöld ágakkal díszítik a tavasz tiszteletére. Szerbiában Szent György számos család védőszentje. Ezt a napot a templomban és otthon is megünneplik. Az elvándorlás mértékének csökkentésében és a gyermekvállalási kedv növelésében is számíthat a magyar kormányra a vajdasági magyarság, nyilatkozta Gulyás Gergely a friss szerbiai népszámlálási adatok kapcsán a Pannon RTV-nek Budapesten. A magyar miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, a társadalom előregedése szinte az összes külhoni magyar közösséget érinti. A vajdasági Lezsai Schweiter Liza a másodéves joghallgató Újvidéken, a Szipek Hungarin első ízben vett részt. Azt mondta reménykeltő számára, hogy sok fiatallal találkozott ezen a konzervatív értékeket népszerűsítő rendezvényen. Úgy gondolom, hogy vissza kell térnünk ezekre a hagyományos családi, családszerető értékekhez, ami már lassacskán kezd elveszni a mai világban, de úgy gondolom, hogy egy ilyen eseménnyel azért bőven alátámasztottuk azt, hogy vannak itt ilyen fiatalok is, hiszen első-másodéves joghallgatók is, ha már megjelennek, akkor igenis van még annyi eszük, hogy felfogják, hogy mi is az, ami helyes, és mi mellett kell kitartani. A Szépek Hungary második napján pénteken Gulyás Gergely is felszólalt. A magyar miniszterelnökséget vezető miniszterstábunknak a nemrégiben közzétett szerbiai népszámlálási adatok kapcsán nyilatkozott. A politikus úgy fogalmazott, két égető problémára kell megoldást találni Vajdaságban. Az elvándorlás mellett a gyermekvállalási kedv csökkenése is a társadalom előregedését okozza. Ennek javítása érdekében pedig az anyaország mindenképpen segíteni szeretné a vajdasági magyarságot, emelte ki. Ez a két kérdés, elvándorlás és a gyermekvállalás szerény volt-e, együtt jelenik meg, majdnem minden határon túli magyar közösségnél, de ennek ellenére ez egy rossz eredmény, ezért szerintem külön is érdemes foglalkozni vele, és mindenféleképpen a szerbiai magyarság képviselőivel érdemes arról beszélnünk, hogy hol, milyen területen tud többet tenni az anyaország annak érdekében, hogyha amennyiben elvándorlás, vagy ahol elvándorlás az adatok mögött ott ezt lassítani lehessen, ahol pedig a gyermekvállalási hajlandóság mérsékelt volt, ott pedig ezen lehessen pozitív irányba változtatni.
A politikus úgy fogalmazott, hogy természetesen mindenki maga dönti el, hol szeretne élni, de a magyar kormány mindenképpen ahhoz szeretne hozzájárulni a továbbiakban is, hogy a vajdasági magyarok szülőföldjükön boldoguljanak. 2011 óta folyamatosan működik a Magyar Nemzeti Tanács egyetemi felvételi felkészítő programja. A cél az, hogy a diákokat felkészítsék az egyetemi felvételire. A mai rendezvényt az Újvidéki Európa Kollégiumban nyitotta meg Fremond Árpád, az MNT elnöke. Idén 114 végzős diák jelentkezett a programra, közülük 56-an vesznek részt a kétnapos felkészítőn. 14 tantárgy közül választhattak a résztvevők, melyeket online és tantermi foglalkozás formájában szerveztek meg. Deák Csenge az Újvidéki Egyetem jogtudományi karára szeretne beiratkozni. Sokat segített a felkészítő, mivel nem tudok annyira szerbül, de a professzor nagyon megértő volt és segített közelebb vinni a nyelvhez, illetve olyan anyagokat is átvettünk, amiket nem volt lehetőségem általános iskolába, illetve középiskolába tanulni. A foglalkozások az Újvidéki József Attila általános iskolában kezdődtek. Tótvásárhelyi Anita pszichológiából készíti fel a diákokat. Én azt tapasztaltam, hogy idén a tanulók, legalábbis az én tantárgyamon belül aktívabbak, és keresik a lehetőségeket. Lehet, hogy épp azért, mert hogy annó, akkor az online tanítás ideje alatt nem volt annyira világos számukra. Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke elmondta, minél jobban népszerűsíteni szeretnék ezt a programot annak érdekében, hogy a fiatalok itthon tudják folytatni tanulmányaikat. Azt gondolom, hogy itt Újvidéken, de akár Szabadkán is olyan lehetőségek vannak már a fiatalok számára, amivel ők tudnak élni. És itt ugye az Európa Kollégium jelentősége óriási Újvidéken, ahol gyakorlatilag olyan körülmények között tudnak lakni a fiatalok, amely megkönnyíti számukra a tanulást is, illetve a családok számára is megkönnyíti azt, hogy tovább tanítassák a gyermekeiket. Az MNT elnöke hozzátette, szeptemberben szeretnék megszervezni az Edu Expo-t, illetve a Suli Expo-t, hogy a diákok már a tanítási év elején megismerkedhessenek a továbbtanulási lehetőségekkel. Gyűjtemények és tájházak elnevezéssel tanácskozás szervezett Csantavéren a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság és a Bácsország Vajdasági Honismereti Szemle. Az eseményre Vajdaság szinte minden tájáról érkeztek érdeklődők, megtelt a csantavéri Takács Gáspár közösségi terem. Gyűjteményeket, régi foglalkozásokat, mesterségeket, vajdasági tájházakat, sőt az entai hidak történetét is bemutatták Csantavéren az idei első honismereti és helytörténeti tanácskozáson. A helytörténeti kutatás, valamint azok bemutatása és népszerűsítése a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság célkitűzése, mondta el Surányi Roland, a társaság elnöke. Figyelembe kell venni, ha nem volnának ilyen aktív és szenvedélyes kutatóink, azért nagyon-nagyon sok történet elveszett volna már, nagyon-nagyon sok helyi esemény a feledésbe merült volna, és pont ez is a célja az évkönyvünknek, hogy ezeket a történeteket megmentsük és tovább vigyük az utókor számára. A Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság hagyományosan a tavaszi konferenciáján ítéli oda elismeréseit. A társaság 12 év alatt megjelent évkönyvének leltárát, repertóriumát készítette el Papdi Izabella, aki ezért az átfogó munkájáért Szabó József díjban részesült. Már új projektjén dolgozik. Ninkov Kovácsev Olga a múzeumból megkért, hogy nézzem át a képes ifjúságot. Csernik Attila grafikai szerkesztője volt, 69-től 86-ig, ha jól emlékszek, és azokat lapozom át, és készítek bibliográfiát. A Kalapis Zoltán életműdíjat idén Pastik László, topolyai nyugalmazott újságíró és helytörténész érdemelte ki. Elmondta, a helytörténészek feladata a mikroközösségek folyamatos tanulmányozása. Legkedvesebb tanulmányai a vidék vallásosságáról, kegyhelyeiről, egyházi vezetőkről szóló munkái. A díj az jól esik, úgyhogy valami módon ezt a 11-nehány éves itthoni bácska közepén a munkát ugye elismerték, és még azt kell mondanom, hogy
Csantavérre jönni mindig jó. Gyerekként is nagyon sokat jártam Csantavérre, most pedig Szedlár Rudi barátommal alakult ki egy munkatársi, jó barátsági viszony. A Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság a tavaszi értekezletén mutatta be évkönyvét is, idén a 13-at, amelyben mintegy 30 munka jelent meg. Megmetszették, eltávolították az elszáradt gallyakat és az új hajtásokat eldugványozták a magyarkanizsai Tiszaparton található két fűzépítményről. A munkálatokat önkéntesek végezték el a helyi Land Art Egyesület szervezésében. Az élő fűzépítmény valamikor az 1960-as, 70-es években Németországból indult útjára, azóta már számos országban is több településén is megtalálható. A magyarkanizsai Tiszapartra a két fűzépítményt 2018-ban telepítették árnyékolás miatt. Egyedi látványosság is egyben, hiszen Vajdaságban más településen nincs ilyen. Az organikus tájépítészetnek egy remek formája, mivel boltíveket, ahogy látszik is az építményeken, boltívek vannak, ami az organikus formának megfelel. A másik, ami miatt organikus, hogy egy olyan anyagból készül, ami teljesen őshonos, vagy idevalósi, mivel a fűz, az tudjuk, hogy a tiszamenti ártérnek a szukcessziós növénye. A fűzépítmények megújítását kaláka formájában önkéntesek hajtották végre. A kis csapatot a Land Art Egyesület kovácsolta össze. A civil szervezet elsődleges célja a környezetvédelem, a tájszépítés. Nem az az egyedüli programunk ebben az évben, már több éve tartunk kisiskolásoknak ökológiai témában kis előadásokat, ehhez kapcsolódóan készítünk velük rovarhotelt, madárházat, madáretetést forszírozunk. Az idei év témája is a madarak lesz. A kaláka Magyarkanizsa önkormányzatának jóvoltából valósult meg. A motorbalesetben megsérült Páger Anita gyógykezelésére gyűjtöttek Zentán. A jótékonysági futást a helyi Medica Netter rehabilitációs központ szervezte. Páger Anita egyébként 2018 óta páciense az említett rehabilitációs intézetnek. Páger Anita tájföldi műtétének 16 millió dináros keretösszegéből eddig 37%-ot sikerült összegyűjteni a jó akaratú embereknek köszönhetően. A zentai jótékonysági futáshoz több cég, civil és sportszervezet, valamint magánszemély is csatlakozott. Annak érdekében, hogy a tragikus balesetet szenvedő Anitát mielőbb megműthessék. Mi ezen a rendezvényen a céggel képviseltetjük magunkat, több munkatársunk részt vesz ezen a futáson, ugyanis maga a cég is fontosnak tartja azt, hogy a társadalmi szerepvállalást egyre jobban erősítsük a mai világban. Tudnájuk támogatni abban, hogy újra tudjon járni. A Csokai Karate Klub nevében jöttünk pár versenytársammal, igazából mivel nekünk fontos a sport, ezért ez a kis futás... Hát nekünk igazából semmi, de egy lánynak viszont sokat segíthetünk ezzel az egésszel, hogy itt részt veszünk. Anita 5 éve jár a mostani esemény szervező Medica Netter rehabilitációs központba, ahol sikerült a szakembereknek elérniük némi javulást. Önálló lépéseket azonban még nem tud megtenni. Eljöttünk már arra a szintre, hogy nem tudunk tovább haladni vele, tehát elértük a maximumot, és akkor megtudtuk, hogy létezik Tájföldön egy olyan műtét, aminek egy epidurális stimulátor behelyezésével tudna olyan impulzusokat generálni a gerincvelői közvetítésen keresztül, aminek segítségével ő újra tudna járni önállóan. Az eseményt, amelyre maga Páger Anita is kilátogatott, hatalmas érdeklődés övezte. Elképesztő ereje van a közösségnek, ez most is látszik itt mögöttem. Nagyon hálás vagyok minden egyes jelenlevőnek. Jelenleg 37%-nál tartunk, úgyhogy még elég messze van a cél, de azt meg tudom ígérni, hogy addig nem állok meg, amíg el nem érem a kitűzött célt, ez pedig az önálló élet. A zentai eseményt azért is szervezték, hogy felhívják a többi ember figyelmét is a segítségnyújtásra.
Ma van a Magyar Sportnapja. 146 évvel ezelőtt ezen a napon rendezte meg a Magyar Atlétikai Klub a kontinens első hivatalos szabadtéri sportversenyét Budapesten. A teljes nap emlékét minden évben megünnepli különböző sportesemények, versenyek és játékos kikapcsolódás kíséretében. A Magyar Sportnapja alkalmából a budapesti Puskás Aréna VIP termében 18 ember érdemeit, eredményeit és munkásságát ismerték el pénteken. A kitüntetettek között szerepelt a Sallai András, Regőci Krisztina olimpiai ezüstérmes jégtáncos pár mindkét tagja, illetve Lubics Szilvia ultrafutó, akik mindhárman a kiemelkedő sportteljesítmény és életmű alapján járó Csík Ferenc díjat vehették át. És eddig tartott a híradó, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Még mindig válságos állapotban van egy fiú és egy lány, akik a szerdai iskolai lövöldözésben sebesültek meg. A Málo Orasjéból származó öt fiút, akik a csütörtök éjjeli lövöldözésben haltak meg, ma temették el. Az állampolgárok május 8-ától június 8-áig adhatnak át illegális fegyvereket és robbanó szerkezeteket a rendőrségnek. Megkoronázták harmadik Károlyt. Ma van a Magyar Sportnapja. Köszönjük figyelmüket, legközelebb 8 órakor jelentkezünk híradóval, addig is olvassák honlapunkat panon.rtv.com. Viszontlátásra!